Szeretettel köszöntök mindenkit. Az az igazság, hogy én magam sem gondoltam, hogy egy ilyen egyéni kezdeményezésre szinte, hogy mondjam, eszelősen beindult projekt, egy ilyen hatalmas, nagy, hogy mondjam, embereket megmozgató mozgalommá alakul. Úgyhogy pont most a szünetben beszélgettünk a Havas Miklós, Dömölki Bálint és én hárman, hogy ami anyád eddig összegyűlt, alulról építkezve, mert először alulról építkeztünk, és mindennek örültünk, és nagyon vegyes a kép, most valahogy felülről el kellene kezdeni rendezni, tehát akár ami eddig előállt, az moduljaira szedve lehet, hogy egy egészen új szerkezetben fog majd elkészülni. Persze az idő véges. Én sem vagyok 15 éves, tehát valamikor be kell fejezni, úgyhogy most jön a neheze. Továbbra is kérem, hogy akinek kedve van, és ha ismerősei vannak, akik még nem szerepelnek az anyagban, azok küldjék be a ismertetéseket. Például éppen Dobai Péterrel úgy jártam, hogy fölhívtalak mélen, hogy valamit a Pécsről kellene kapni, és akkor mondtad, hogy ezt a felhívást nem hallottad, nem jutott el hozzá, holott fönn van a honlapunkon. Tehát tegnap előtt, mivel az Ybl Miklósról nem volt semmi anyagom, tegnap előtt kaptam egy mailt, hogy jaj, köszönöm szépen. Én benne voltam ebben a folyamatban, és ideadtam a kezemben a kollega az Ybl Miklós kezdeteiről szóló anyagot. Szóval véletlenek, vannak ilyen véletlenek, de valahogy jobb lenne most már úgy koordináltan és a teljességre jobban törekedve tenni. Ez a bizonyos korabeli szakkönyvek jegyzéke fönt van az interneten, a weblapunkon. Kérném, hogy segítsenek, most 300 tétel van benne, segítsenek teljesíteni. No, tehát nagyon röviden, mi volt eddig a márciusi programban a 71. szakindítást végző Szegedi Tudományegyetem, a Marx Károly Közgazdaságtudományegyetem, akkor még így hívták, közben a számok, mint aki jó feladatot teljesített a tanfolyami oktatásaival, akár a egyetemet végzettek továbbképzésével is, és aztán két főiskolai intézmény, a Kandó, mondjam így röviden, és a Dunaújvárosi Főiskola. Ők 71-ig beindították a itt látható szakukat, számítástechnikai szakukat. Ezután jön a mai program, ahol az ahol a 72-től indított szakot, hogy mondjam, tevő intézmények mutatkoztak be, a programozó, programtervező matematikus képzésnél az ELTE és a Debreceni Egyetem, és ehhez csatlakozott még a Szegedi Tudományegyetem a második részével. Tulajdonképpen az első részben a MKK-e bemutatkozásához csatlakozik a pécsi, mert annak egy kihelyezett tagozata voltatok, tehát a kép teljesen szépen áll össze, és a tavaszi programban pedig azok szerepelnek, mint a Bálint is említette, elsődlegesen a műszaki oktatást végző felsőoktatási intézmények, megvan már a Miskolci Egyetem helyírása, a villamosmérnöki kar, és fönt van a hálózaton, tehát a weblapunkon elérhető Hunek Klára és Halász Edit dolgozata, a Miskolci Egyetem anyaga is, nézzék meg, kérném, és a Nyugat-Magyarország Egyetemről egy rövid kis anyag, amit, hogyha elolvasnak a Nyugat-Magyarország Egyetemi oktatók, és írnak egy másikat, azt csak megköszönöm, mert én csak összeszedtem az anyagokat, a rendelkezésemre álló anyagokból ezt. A Gödöllő most készíti a megjegyzéseimre a választ. Győrben mi van? A Széchenyi.
ők is hamarosan elküldik az anyagokat. A Mérnök Továbbképző Intézetről valami összeállt, Álló Gézával már megbeszéltem, hogy majd megnézi, elküldöm neki előtte is. Természetesen nem maradhat ki az Országos Vezetőképző Intézet, amely annak idején, pont úgy, mint a számok az általános, hogy mondjam, tanfolyamaival, a vezetőképző szinten működő embereket nagyon jó tanfolyamokkal látta el. Tehát miről is van szó? A KKC, mint a ős gyökér, amely táplálta az összes intézményt, oda jártak tanulni a Debrecenből, ott futtatta a Kalmár László az első programját, a Szegedi Tudományi Egyetemen végzettek oda, ott csinálták a diplomamunkájukat, én magam is, és hát a KKC-ban a Kovács Győző teljesített ott szolgálatokat a Közgáz Egyetemen, az ELTÉ-t is említenem, ott meddig a Szerezsán János nagyon sokáig, és még most is oktat. Nem akarok itt mindenkit felsorolni. Itt van a Kandó, itt van a Dunai Városi Főiskola, és meg kell, külön ki kell emelnem Kalmár László nevét, aki mint egy őskuhója volt a elméleti emberek, az alkalmazói és egy harmadik, ami most nem jut eszembe, nem baj. Tehát ő rengeteg utazásával mindenkihez eljutott, és például Dunaújvárosba azért ment el a Kohóba, hogy ott alkalmazásokat keressen. Nem, tehát a fáradtságot nem sajnálva, 5-szer vagy 6-szor látogatta meg a Kohó környéki dolgokat, és nem véletlen, hogy azok a szegedi hallgatói, akik először végeztek, például én a második évfolyamon, bocsánat, az első 5 végzett közül 4 megfordult a Dunai Vasműben 1 évig vagy 9 évig. Tehát valahogy a Laci bácsi nagyon hamar fölismerte, hogy az alkalmazásokért kell a számítástechnikát oktatni, és nem fordítva. No, most a kezdetek hátteréből. Nagyon rövid szeretnék lenni, Laci, majd állj föl, hogyha az idő múlik. A korai hazai számítástechnika kialakulásában 2 vonulat figyelhető meg, a kibernetikai ág és az üvitelgépesítési ág. A kibernetikai ágból lett végül is a KKC és az első hazai építésű számítógép, és az üvitelgépesítési ágnál 53-tól a KSH felügyelete alatt a lyukkártyás gépek elosztása, oktatása és a kapcsolódó tájékoztatás működött, és nagyon jól. Erre majd még utalni fogok, mert a számok nem véletlenül a KSH, hogy mondjam, emberanyagából és tapasztalataiból, kapcsolataiból épült föl később. Na most a második nagy ilyen menet volt, amikor a Laci bácsi Szegeden beindította a középiskolai matematika tanár alkalmazott matematikus szakot. Régen ilyen hosszú elnevezésünk volt, az indexembe, vagyis a diplomámba alig tudták beleírni. Na most, mire alapozva tudta ezt kivitelezni? Az ELTE tanrendjeiben lapozva, az 58-as, 59-es a legfrissebb, mert a többi elveszett, találtam egy szöveget. A kar dékánja kivételesen 3. szak felvételét is engedélyezheti. Egyes kiváló tanárszakos hallgatók engedélyt nyerhetnek egyik szakjukból, vagy bármely szakjukhoz kapcsolódó speciális tudományákból elmélyültebb tanulmányok folytatására, úgy, hogy a második évben elhagyják a fizikát, és ezt a speciálist végzik, és ilyen módon a egy tanár és a speciális képzés kerül az indexükbe, mint bejegyzés. No,
Azt hiszem, hogy ezt a szöveget régen is láttam a Szegediek anyagában, de úgy igazából még szeretnék ennek utána nézni, hogy mikor és milyen miniszteri rendelet alapján jött ez be. Menjünk tovább. Ezután a 61-es évben kihozott harmadik oktatási törvény előkészületei folytak, és a gazdasági irányítás átfogó reformja született. Szükségessége jött elő, és Krekó Béla ezt meglovagolva tudta a MKKN létrehozni azt a mozgalmat, ami végül is a tervmatematikus szak indításához vezetett, és hát végül is az ő szellemiségük ment le Pécsre egy majdnem 10 év múlva. A 68-as egy fordulópont volt, új gazdasági mechanizmus, távlati koncepció kidolgozása és a szocialista országok közötti számítástechnikai együttműködés kezdete, ami tudjuk, hogy később az ESR-be csúcsosodott többek között. Na most a hazai számítástechnikában a 71-86 közötti időszak az nagyon meghatározó volt a számítástechnikai központi fejlesztési programmal. Előkészületben, mint Ivanyos Lajostól megtudtam, 67-ben kezdődtek el a beszélgetések, és 68-ban talán erőteljesebben lendültek be a munkába, és 71-től már működött a dolog. Ez egy kormányzati stratégia volt, átfogó kormányzati stratégia, ami azt jelentette az akkori pártállamban, hogy a főhatóságok és társadalmi szervek kötelezően kellett, hogy támogatják, tehát működhetett. Mik voltak a céljai? 71-75-ben a számítástechnikai kultúra alapjainak lerakása, ez az, ami minket érdekel. Itt jöttek az oktatási vonatkozások. 80-ig az eszközellátás, és 81-től pedig az alkalmazások támogatása, meg a tömeges hozzáférés biztosítása. Végül is bizonyos számítástechnikai oktatási események kapcsolódnak ehhez az aláhúzott 71-től 75-ig dologról. Egyrészt létrejött a számok, ami 10 évig nagyon meghatározó volt a számítástechnika kultúra fejlesztésében, és az ipari igényt kielégítő szakalapításoknak is kedvezett a légkör, tehát a Kandó számítástechnikai szak és a Dunaújvárosi rendszerszervező szak is ekkor beindulhatott. Aztán a művelődési miniszter 72-ben egy utasítást hozott, amely a Tudomány Egyetem programozó matematikus szakainak elindítását írta elő, mert nézzük csak meg, Barnával kiollóztam, vagyis kimásoltam az művelődési közlön 9-es szám, stb., hogy 72-73-ban 3 éves képzési idővel programozó matematikus képzés indul, pont, kell indítani, ezt így értsük. Aztán a főiskolai képzés, ez a második állítás, a harmadik pedig, hogy a részleteket mellőzzük, de a tanterv mindenkihez eljut. Tehát, amit a Káta Imre annak idején nekem mondott, mikor interjú voltam az ELTÉ-ről, hogy őket utasították arra, hogy ez a képzés beinduljon, lám, igen. Előtte ők sokat dolgoztak, a tanterveket egyeztették a 3 intézmény, és már ilyen előkészült állapotban itt egy rendelkezés elmondja, hogy mit kell csinálni. Már csak egy dolog van, aminek még nem tudok mindig utána nézni. Dobai Péter, te határozottan írtad az anyagodban, hogy 72-ben előíródott, hogy a bölcsész és a természettudományi karok mindegyik hallgatója számítástechnikát oktasson. Na most én csak egy ilyen utalást találtam ugyanennek a közlönynek a megfelelő oldalán, és keresem magát ezt a
közlöny. Ne, a közlöny megvan, a közlönyben az van, hogy az utasítást az érdekeltek közvetlenül megkapják. Dobai Péter, ha a fiókodban van egy ilyen, amit közvetlenül megkaptál, akkor légy szíves, küld el nekem. Egy könyvtáros hölgy az ELTE könyvtárban nagyon kedves volt, és nem, bocsánat, a BME Omik könyvtárban, rettentő sok könyvtárban járok, már nem tudom, hogy melyik honnan való, megígért, hogy utána néz. Ma kaptam egy mail tőle, hogy még mindig nem találta meg a szöveget, bár egy ismerősen megígérte, stb. Tehát iszonyú nagy nyomozások vannak néha ez ügyben, mert ez egy eléggé fontos, és kérdezem, tehát a debreceniek is említették, hogy mintha 72-ben az általános számítástechnikai képzést elindították volna, az biztos, hogy a Kandóban ez elindult, a Dunai Városi Főiskolán mindenki kapott számítástechnikai oktatást. Tehát ez egy érdekes dolog lenne. Tehát a Sima Dezső javaslatára megpróbáltunk egy terminológiai egyeztetést, csak azért, hogy az anyagokban, az egyes anyagokban ugyanúgy nevezzük a dolgokat, ennek látszik itt egy, hogy mondjam, indító, illetve egy közbülső állapota. Havas Miklósnak azért nem tetszik, mert ebbe a térbe nem lehet pontokat, csak egyedi pontokat berakni, tehát ez nem igazán a képzési tér, ez inkább csak egy terminológiai, hogy mondjam, háromdimenziós dolog. Kérdés, a BME hol van? Miért nem esett eddig szó róla? Szeretném mondani, hogy a merev tanterv miatt, legalábbis én úgy értelmeztem a te anyagodat, Halász Edit, hogy jelentősen késeltette a számítástechnikai oktatás bevezetését a BME-n a merev tanterv szerinti képzés, ugyanis a képzés megkezdésekor annak teljes időtartamára, mind az 5 évre, már előre meg kellett a tantervnek lennie. Na most képzelhetitek, hogy ez azt jelenti, hogy a szakág indítása, igen, az késett.